Édesapám 1961-ben került Szankra, a pályáját rögtön magánvállalkozóként, kisiparosként kezdte, amikor megkapta a mesterlevelét. Bérelt egy régi náthegyeles műhelyt, és azzal a műhelyel szemközti telket vásárolta meg, rajta lévő kis házzal, amit átalakított, és utána épített hozzá a szükséglet szerint műhelyt, amit később bővített, ahogy a kor haladt előre. 60-as évek közepétől kezdve, az enyhülés idején már ő egy elismert mester volt Szankon és a környéken. Voltak éppen egy tisztes megélhetés biztosított a falu környékén élő parasz családok. Mi testvéröcsémmel az érettségi letételeig a szüleinkkel éltünk együtt, és hát az a szokás jött be, hogy amikor én például elértem a 10 éves kort és 5-es lettem, akkor kaptam egy visszavágott nyelű kalapácsot, amivel jelezte édesapám szeptember 1-én, hogy onnantól kezdve én leszek az inasa, én leszek a segédje. És 18 éves koromig valóban a napjaim jó részét, iskola után az időm jó részét a műhelyben töltöttem. Tehát sok mindent megtanultam. Kovácsolásnak a lényege a kohóban felhevített vas áthelyezése kerül az ülőre, ahol vagy egymaga kovácsol a mester, vagy a segédjével együtt, ha egy nagyobb művet kell létrehozniuk. Én, mint kamasz gyerek, minden nap kovácsoltam az édesapámmal. Egy alkalommal történt meg velünk az, hogy a túl forróra hevített munkadarabról lepattogzó reve egy része, vagy egy nagy darab reve rá csöppent a cipőmre, átégett a cipőt és beleégett a lábamba, de a kovácsolás nem volt szabad abba hagyni, mert addig kell ütni a vasat, amíg meleg nyilvánvaló. Én kénytelen voltam egyfajta táncot járni, amíg el nem hűlt a lábamban a reve. A lényeg az, hogy a munkadarab elkészült. Nagyon sok patkolást láttam, szelíd lóval, vadnak nevezett lóval. Édesapám készített kalodát, ami akkor elég híres volt. Abban ugye az a lényeg, hogy a lovat úgy fölemelik, hogy a négy lába nem éri a talajt, és úgy meg lehet patkolni. Híres volt egy időben arról, hogy a londoni világkiállításra kiment ismert abonyi kocsihajtó, annak a négy deres lovát édesapám patkolta, és a televízióban, a híradóban láthattuk, hallhattuk, ahogy a londoni főutcán a négy ló patkója adta a hangot. Úgyhogy ez nekünk nagyon szép volt, jó. Hogyan került ez a Kovács műhely berendezése ide az emlékhelyre? Édesapám 2019-ben halt meg, amikor már özvegy volt. Ugye kettőnkre, öcsémre is rám maradt az örökség, egynek egy része a műhely volt. És mivel én korábban amatőr néprajzzal foglalkoztam, én szerettem volna, hogy ez az ő öröksége ott helyben látogatható célpont legyen. Vargáné Tóth Katalin polgármesterasszony tesített arról, hogy a önkormányzati képviselő közös megegyezéssel felajánlották számunkra ezt a mellettem lévő épületet abból a célból, hogy a legfontosabb eszközöket, amiket látogatásra, bemutatásra érdemesnek tartunk, azokat ide szállíthatjuk, lehetőleg olyan állapotban, ahogy az annak idején a műhelyben az édesapám, és hát én meg öcsém is használtunk.